elhalasztották a tárgyalást a Klubrádió ügyében. A médiahatóság pénteken adott be egy hosszú ellenkeresetet, amelyet a bíróság is későn kapott kézhez. A Klubrádió ügyvédje halasztást kért. A médiahatóság szerint a jogszabályok zárják ki, hogy egy műsorszolgáltató egy vételkörzetben két frekvenciával is rendelkezzen. Báránti Péter, a Klubrádió ügyvédje, ezt cáfolja. Most pedig Arató András, a Klubrádió vezérigazgatója. Vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi történtek meg a bíróságon? Ugye nekem most az itt a dolgom, hogy megkíséreljem a tévénézők számára egyrészt érthetővé tenni, hogy mi történik, másrészt pedig megkíséreljem nem csökkenteni legalábbis az önök nézettségét. Hát szerintem a mi nézőinket azért érdekli, mi történik a Klubrádióban. Ne aggódjon, csak meséljen. Nagyon remélem, hogy éppen ellenkezőleg. Már úgy értem, hogy inkább nagy az érdeklődés. E pillanatban budapesti frekvencia ügyében 2 per zajlik a Klubrádió és a médiatanács között. A tegnapinak a tárgyalása az a, mondjuk úgy, hogy a másik frekvenciáról szólt, mert hogy a hatóság késedelme miatt a rendes, jelenleg üzemelő frekvenciánk újrapályáztatása ügyében mi kénytelenek voltunk megpályázni egy másik szabad budapesti frekvenciát. Ezt a pályázatot megnyertük, ezzel megoldhattuk volna hosszú távon a budapesti sugárzást, mert ugye közben kifutotta a jelenlegi 95.3-as frekvencia. A média tanács talált magának egy indokot arra, hogy 2010. december 28-án semmisé tegye azt az eredményt, amit hivatalosan közlönyben ismer a közvélemény. Ebben a tegnapi tárgyalásban ugye ez volt a téma, a 92.9-es frekvencia, ahol a pénteken kézbesített ellenkeresetét nagyjából ismertette a médiatanács. Ebben az ellenkeresetben egyrészt egy csomó a valóságtól eltérő állítás van felsorolva, másfelől ezek között megjelent egy új elem a korábbiakhoz képest, harmadsorban pedig olyan hivatkozások jogi esetekre, amelyeket mondjuk egy hétvégén nehezen tud egy nagy létszámú ügyvédi irodás is elemezni. Ezért a Klubrádió maga kérte, hogy a tárgyalás napolódjék el, ennek az új időpontja az február 28-a. Hát mondhatni, hogy ebben az aspektusban ez egy normális eleme a folyamatnak. Ha ezt a 92.9-et megtarthatják annak idején, akkor most nem lenne akkor a dráma a Klubrádió számára, hogy a 95.3-as frekvenciát pedig hát elvesztették, ezt jól értem. Abszolút így van. Hogyha... Tehát, ha ezt megnyerik, akkor mennyi ezt az eljárást, az milyen időtávon belül dőlhet el, és mit jelenten a rádió jövőre? Ezt nehéz megbecsülni, mert ez egy polgárjogi per, aminek több fokozata van, vagyis 3 szintű fellebezés, összesen 2 fellebezési lehetősége van bármelyik vesztes félnek, tehát ezt megbecsülni Magyarországon, ezt elég nehéz, sürgősséggel történik az eljárás, csak elég hosszú idő volt, amíg kiderült, hogy melyik bíróság illetékes benne. Tehát azt mondhatom, hogy ez körülbelül 1/2 év, de semmilyen hatással nincs arra, hogy a másik, a 95.3-as ügyében indított perünknek mi lesz az eredménye. Az egy közigazgatási jellegű per, tehát a kereset benyújtásától számított 30 napon belül kell a bíróságnak határozatot hoznia. Ez ugye a közismert néven már Autorádió Kft. Botrányként van bent a köztudatban. Ez egy olyan pályázat volt, ami a Klubrádió tavaly februárban lejárt frekvenciájának az újrapályáztatása a tétje. Hát itt van egy ugye nagyon titkos nyertes pályázója ennek a pályázata, ennek a frekvenciának. És egy nagyon titkos pályázat, de ezt ön látta, mert a perre való hivatkozással végül is beletekinthetett. Hát az a sajátos helyzet, hogy a pályázó maga nyilvánosságra hozhatja azt az anyagot, amivel pályázott az eredményhirdetés után. A Klubrádió pályázata, az összes betűje és szava megtalálható a Klubrádió honlapján. Ellenben a győztes pályázónak sem a személye nem található, sem pedig a pályázati anyaga. Miután mi peres fél vagyunk, egy titoktartási kötelezettségvállalás mellett muszáj volt ideadni a médiatanácsnak az Autorádió Kft. Pályázatát. Természetesen a részleteiről nem beszélhetek. Azt, hogy ez milyen minőségű ez a pályázat, hát én úgy gondolom, hogy ez olyan mértékben gyatra pályázat, ami akkor sem nyerhetett volna, hogyha egyébként semmilyen konkurens pályázó nincs ebben a folyamatban.
Önökkel kapcsolatban viszont azt a vádat fogalmazta meg a médiahatóság, hogy szándékosan adtak be gyenge pályázatot, ahogy ők fogalmaztak, vagyis hogy alacsony árajánlatot. Tehát az a sejtetés, hogy esetleg azért, mert arra számítottak, hogy majd a politikai balhely elkerülése miatt úgyis megkaphatják a frekvenciát. Illetve van egy másik elmélet, amely szerint ön meg amúgy se akarta ezt a frekvenciát mindenképpen megtartani, hiszen olyan súlyos anyagi problémái vannak amúgy is a rádiónak, hogy fenntarthatatlan volt, így viszont most mártér lehetett önöntől. Hát azok a kifejezések, amelyeket egyébként érzelmileg joggal használhatna ilyenkor az ember, az lehet, hogy nézettség növelő lenne, ám bár bírságnövelő is lehetne. Ez olyan minősíthetetlen reakciója a médiatanácsnak, ami hát először is diszfunkcionális. Tudnék, a médiatanács közpénzen működő hivatal, amelyeknek nincs joga minősíteni senkit, csak legfeljebb tartalmi alapon. Ennek a pályázatnak egyébként a végeredménye úgy volt, hogy úgy alakult, hogy ez a nem létező Autorádió Kft. Ez 66 pontot, a Klubrádió a második helyzet 65 pontot kapott. Most erre azt mondani, hogy szándékosan politikai provokáció jelleggel gyenge pályázatot adott be a Klubrádió, az abszurdumok közé tartozik. Hozzáteszem, valóban volt olyan pont, ahol kompromisszumot kellett kötni, mert a mi hallgatóink nem szeretnének kizárólag zenét hallgatni. 60% fölötti zenearányt valóban nem ígértünk, 40%-ot ígértünk a pályázatunkban, most körülbelül 20% a zenearány. Ezért ebben a kategóriában nem volt elérhető számunkra 10 pont, hanem csak 7. Na ezt nevezi a médiatanács provokatív, gyenge pályázatnak, és egyébként ismétli el az országgyűlés előtt egy országgyűlési képviselő. A legjóhiszemű megközelítésem az, hogy utóbbi nem ismeri a témát, amihez hozzászólt. Tehát én úgy gondolom, hogy itt van egy kommunikációs háború, ezt egyébként nemzetközi szinten is végzi a médiatanács, megkísérelni, hát hogy mondjam, diszkreditálni a Klubrádiót, mint közéleti szereplőt, a Klubrádió pedig a maga kompromisszumos ajánlatával azt tette lehetővé a médiatanács számára, hogy egy tisztességes határozatot hozzon, biztosítva több százezer embernek a folyamatos rádiózási lehetőséget. Köszönöm szépen a beszélgetést.